a nyitófordulóban a Videotontól elszenvedett 4-0-ás vereség után érthetően javítani akarta Kisvárda, amely a nemzetközi porondon is érdekelt Honvéd otthonában lépett pályára. Szűk fél óra elteltével büntetőhöz jutottak a hazaiak, Danilo pedig gólra váltotta a megítélt 11-est. A 73. percben Jánváriról saját kapujába pattant a labda, majd a 85. percben Gazdag szerezte meg a Honvéd harmadik találatát. A hosszabbításban még Lukács is bevette Felipe kapuját, így második élvonalbeli meccsén is 4 gólos vereséget szenvedett a Kisvárda. Az elején elég jól helytártunk, próbáltunk a megszerzett labdákból kijönni, és igazából ugye 11-es kellett ahhoz, hogy meg tudja szerezni a vezetést a Kispest. Nyilván utána is nyomtak minket, próbáltunk váltani, aztán kellett hozzá egy ilyen, próbáltunk kiegyenlíteni, kellett hozzá egy ilyen szerencsétlen gól, amivel ugye megszerezte a második gólját is, tehát növelte az előnyét a Kispest, utána pedig mindent elkövettünk azért, hogy gólokat kapjunk, szerencsére csak 2 kaptunk utána. Tehát úgyhogy is mondtam, amíg ilyen hibákat elkövetünk, addig nem fogunk tudni még pontot se szerezni. A forduló további eredményei a következők: Diósgyőr Puskás Akadémia 2-2, Molvidi FC Paks 1-1, Debrecen Mezőkövesd 1-1, Szombathely Újpest 2-2 és MTK Budapest Ferencváros 1-4. 2 fordulót követően a Ferencváros és a Budapest Honvéd 100%-os az NB1-ben. A pont nélküli sereghajtó Kisvárda vasárnap Újpestre látogat.